Na kérlek szépen, szervusztok, sziasztok, a Szarvas benézett itt az elején, és itt vagyunk a várban odafönt. Itt vagyunk, hogy néha játszunk, ugye Széltető környékén, igen, jól látjátok, visszajöttünk. Visszajöttünk a szigetről. Aznak érdekében, hogy bizony. Egy kicsit befejezzük már itt a Skyrimben való ténykedésünket is, és hát folytatjuk itt a felfedezést, amit vadul teszünk jobbról balról, amire megjöttünk föl. Szóval, hogy azért vagyunk itt, hogy körbenézzünk és mindenfélét felfedezzünk, és igen, szóval, hogy itt tevékenykedjünk, további ikonokat összegyűjtve, hogy úgy most már haladjunk is, ugye, a végkifejlet felé, meg haladjunk abba az irányba, hogy megtaláljuk ezt a házikot idelent. Ott van szembe. Ott úgy megbújt a sziklák alatt. Hoppá, itt van Maci lesz. Maci hangot rég hallottunk. És az az igazság, hogy... Hoppá! Ó, nézd már, hátán fekszik és úgy úszik. Nem cuki, nézd, hogy kiterült teljes mértékben itt a... Ú, de nagy karmaid vannak, apám. El kéne menned azért. Manikűröshöz, vagy pedikűröshöz, melyik csinálja a lábat? Fú, jó parti kunyhó. Hát, itt valaki éppen olvashatott, miközben a Maci megtámadhatta. Ez meg az, hogy hol érdemes, gondolom, halászni, vagy horgászni. Mi, majd megpróbáljuk közben ezt kinyitni, és egy milliméteren múlva. Oké, akkor egy kicsit vissza. Így. Kincses térképek. Érdekesek egyébként. Egyébként szükségem van-e ennyi kincsre, minek? Annyi kincsünk van már, hogy ez... Hogy annyi aranyunk, hogy ez már nem... Már nem tudjuk hova tenni. Előtt, akkor hova jutunk előtt? Ott van az a malom, azt innen ide látom. Viszont itt előbb van egy barlang. Mert az nagyítódott itt ki. Lent vagy fent? Szerintem itt közeledünk hozzá. Meg kéne. Ott van! Ez pókok lesznek. Ez egy mamut, méghozzá körbe. Körbe pókhálózza. Akkor itt pókokkal fogunk ügyködni. Itt terülnek, igen, ez ilyen. Mindenféle. Köszi, ez mindig egy biztos dolog. Van-e itt még valaki? Alien tojás, de más... Á, itt megy! Erre megyünk lefelé tovább. Ah, hirtelen azt hittem, hogy... vágunk a pókhálón. Úgy, most már nem eresztem. Jó, akkor ott megyünk le. Aha. Jó, és akkor valakit meg le kell csapja, úgy. Aztán már megcsapni kell. Hát ezt meg Gizi elintézte. Szerintem erre lejjebb. Lejjebb lesz. Úristen, most nézem, hogy milyen mély ez a verem. Hát most mi volt? És akkor már Gizi beleugrottál? Hova jutunk? Fészekodú. Ezt kidobtuk végül. Na mindegy. Úgyhogy már sok mindennel túltottunk. Hoppá! Nézd meg, ott van egy láda. És erről eszembe jutott, hogy egyébként a fegyveremet feltöltöttem, mert a bűvölés ezt számít. Igen, ha belehelyezem, ezek mind-mind a bűvölés készségünket, skillünket növelik, és azzal is tovább lehet jutni. Ott egy pók. De hát ezek a pókok, ezek nudlik ahhoz képest. Jó, azt a pindurkát, azt persze eltaláltuk, ez könnyű volt itt lassítani felvételen. De az visszamutogat. Hátul mögött még van valami folyosó arra felé. Itt meg van egy láda. És ez simán kinyitható. Be kell látni, hogy ezek azért nem annyira durva dolgok. Aha, hogy ott lent voltunk, jó, és ez meg visszahozott minket. Ide föntre. Úgy gondolom errefelé kell inkább kiverni, hogy ki tudjunk jutni. Így. Jó, ezek az ilyen kis cuki kis barlangokat szeretjük, mert ezeken nincsen gyorsan végezhetünk. Azokkal van gond, amikor ilyen hatalmas területeket talál ki, hogy még, és akkor 6 szintnyi mély törpe városra bukkanunk. Jó, ez is fatelep. Lakik-e itt valaki? Biztos lakik. Kellően délelőtt van, tehát szerintem... Szerintem kell itt lennie valahol valakinek, tulajnak. Csak dolgozik valahol. Csak nem néz ránk. Na, könnyű szemmel néz, hogyha azt kinyitjuk. A munkásszállón, na nézzük. Nincs senki. Nem jelent gondot, ha én ezt elviszem. Hova tűntek az emberek? Hova tűntek innen az emberek? Kérem szépen. Na, itt lennének ők azok? Nem. Azt hiszik a... azok birodalmiak. Ezek rohamosztagosok. Na várja, odaföntre föl kéne jutnunk, ott van valahol egy torony. Itt föl lehet menni szerintem, itt. Keressük az utat fölfelé, meg fogjuk találni. Tudom, hogy megtaláljuk. Ja, errefelé már jártunk egyébként, tehát itt ezen a részen ugye már csomó minden megvolt, és itt ez a nagy kanyar, ahonnan lefele jöttünk, és errefelé vágtunk át, amikor ide be kellett menni. Még a legelején elkísérni ezt a faszit, és mennyit küzdöttünk és szenvedtünk vele. Állandóan levágtak, mert jött és neki hát mindenki boxolni. És akkor megfogadtuk, hogy soha többet kísérő küldetés. Legalábbis olyan... Hoppá, nézd már, az ott még. Nézzük már meg. A szentélyek azért jók, hogy az ilyen szobrok, mert mindig lehet valami ügyességet találni, amit ide raknak áldozatként. Áldásnak kaptunk. Gyerek, Izzy, ne fordulj vissza, jó? Megyünk, igen. Jól gondoltad az eredeti irányt. Itt errefelé. Ott a torony. Hopsz, itt vannak. Úgy nézem, hogy itt vannak. Ez is kézbanditár. Hogy? Hol vagy? Ja, hogy te itt mögöttem. Jó. Gyerekek! Szerintem ezt is se gondoljátok komolyan, hogy nekem rontotok. Eljöttem ide. Műemléket nézni. Környék nevezetességét felfedezni. megmentem a rantotok. Nem már turistáskodni, és turistáskodhat. Vegyen egy turista szeretet, mi? Na jó, itt fönn nagyon fúj a szél. Ez azt jelenti, hogy itt is meg vagyunk szerintem. Nem. Bitóköt még nem érzi megtisztítottam, azaz mely, hogy itt be lehet menni. Nekünk még be kell akarom menni. Farkasfejek. Nem mondjátok, hogy ez itt most lezárt terület. Na, én is úgy gondoltam, hogy ezért csak engednek valahol. Túl nagy a csönd. Várjál, valami alatt vettem el, amit nem akartam. Jó, rájtettük a fejére a csávónak. Túl az arról eltorlaszoltál. Ez nem szép dolog. Nem is mert engem megtámadni ez a sivító. Ez egyenesen Gizinek ugrott. Nem bír magával, nem bírnak magukkal. Nem tudják, kivel van dolguk, az az igazság. Mi már legyőztünk egy másik sárkány szülöttet, úgyhogy... Nem sárkányszülöttek, de sárkányszülöttek. Azok vagyunk. Dragonborn. Nézd már, akkor jobban el kéne fordítanom erre? Erre? Nem, ennek valahol itt középen. Ennyi, ennyire érzékeny. Kegyetlen vérfarkas. Ez egy vérfarkasok rovadásznak a persze. that. Mindegyiknél van betegségi gyógyító ital, gondolom vámpírságra vagy arra vonatkozóan, hogyha megfertőződnének vérfarkas lázzal. Gyorsan megigyek, hogy vérfarkas se változzon. Ja, ha belegondolok, azt mi sem teljesítettük azt a küldetést, ahol vérfarkas se változhatunk. Nem léptünk be a bandába. Pedig persze azért azok egészen jó fejek voltak ott. Az irány már legalább megvan, hogy balra kell keresnünk. Tadadám! Hát nagyon jó. Ha mindenre vágytunk, csak a tálkára nem. Az útból. Nem errefele jöttünk be. Ha itt tesszük meg a kört. A kört, és ott tér körbe a dolog. Ott már látom, ahogy itt sütj itt ezen a részen. Az vezet vissza. Mennyire szeretnek ezek ilyen romos épületekbe élni, hogy gaz nő ki a földből, meg minden. Nézd már, ez az északi pajzs, ez azért nem olyan rossz. Tudott is vele védekezni. Nem adta könnyen. Ó, ez a sok nyilat, ez köszönjük. Az jól jön. Ez gyorsabban töltődik az egészség, az viszont azért nem baj. Sőt, az nagyon is jó dolog. Szegény vérfarki. Aha, ez az ajtó, belülről el volt zárva, hogy körben. Hoppá. Föl van akasztva. Mintha egy ilyen hús. Képzelem, miből készülhet a helyi pörkölt. Vérfarkas pörkölt. Gulyáslevés vérfarkas módra. Most már megtisztítottan mutatja. Már jártunk, ezt megnéztük az előbb. És most akkor kellene nekünk a sárkány irányába elmennünk. Az anyád! Fél, annyi eszed, ahogy ott elrejtőztél, csak arról felejtkeztél, hogy nem tudsz elfutni, értem? Csak nagy. Igen, azért nehogy úgy járjon, hogy pórul eljáró. Mi ez, ami? Ez pirosan. Jaj, egy róka. Korán egy rókát vadat. Tűzlabdákkal. Olyan kemény fickok vagyunk. Nagyon nem itt menjünk le. Azért a mi nekünk is van. Vannak korlátaink. Erre felé pedig van az óriás tanya. Még egy. Ezek ketten voltak. Figyelj már, mennyi értékes cucc van náluk. Mennyi arany. Ott van valami torony. De ott voltunk, ugye? A molderőd. Ott már voltunk. Még nem érzi kipucoltnak. De jelen esetben ennyi a teendőnk, akkor az most egyelőre nem. Ott a sárkány. Aha. Azzal viszont foglalkoznunk kellene. Erre lesz egy kő. Ó, itt van kis kézére. Itt volt az, ahogy szerintem bementünk. Őscsillan a szentély, ahol a fa oda bent ránk a hatalmas fa, akitől végül csak egy kis gajat vittünk, hogy azt ne vesszék. Mentünk most. Itt a sárkány. Ó, ez csak egy sima sárkány. Sima. Hoppa. Honnan, hol vagy? Sima sárkányok már nem veszélyesek, ne is haragudj. Nem akarna leszállni. Ezek már nem tudnak, ezek már nem... Nem fáj. Gyere! Kicsit leokádsz mindig, tudom. Meghódíthatnánk. De rossz csont voltam. Mert úgy voltam vele, hogy nekem kell a lelke. Hogy ilyen egyszerű. Igen. Szóval, hogy túl egyszerű. Szóval sima egyszerű sárkányért ugyanannyi lelket kapok, mint egy ősség sárkányért. És úgy jöttem vele, hogy ezt könnyen megszerezni. Csontszoró csúcs. Viszont azért oda el kéne menni. Igen. Akkor már begyűjteni. Mert ha sárkánnyel van, akkor ahhoz szó is tartozik. Olyan szó, ami nekünk jó. És értem, hogy Meg kell találnunk, hogy hol megy fölfele az út. Szerintem a másik oldalról, de most azért menjünk erről, hogy egyértelműbb legyen. És itt van ugye az a fajelölés, és a menet közben azt végül be tudnánk gyűjteni. Azért ez nem egy rossz dolog. Hoppá! Asszonyom, banya! Jövőzni kellene. Asszus. Mit csinált ez itt? Anya tolla. Jó. Sokkal profi helyzet. Egyet, ezt kell így fennakadni. Ez nem egy kellemes dolog. Na, szóval ott keressük, hogy hogy lehet oda főjutni. Miközben észrevettük, hogy van még egy mamut tábor, óriás tábor, és akkor őt is. Itt is tennék egy kis rendet. Az egy mamut, az már egy óriás. Szia! Fejbe nyomtam, már ne is haragudj. Csak meg kell találni egész itt. Az egy nevesített faszi. Nem is faszi, hanem cicus. Attól még persze lehet faszi. Nem tudom, szegényképp falkám mindig lebeg. Nem kellett volna az óriás közelébe jönnie. De ezt tudom mondani. Ha nem vagy rá fölkészülve, hogy lenyomj egy óriást, nem menj a közelükbe. Úgy, ott lehet följutni a sárkányhegyre. A sárkány közül már lenyomtuk. Micsoda jó kis az ilyen gejzíres vidék. Nem tudom, ilyen filmszerűség jut eszembe erről a környékről. Pedig semmi köz az éljenek, végül is. Előbb megnézzük, jó? Tömeges bénítás, ami ide kell. Látok fantáziát, még nem használtuk, de látok benne fantáziát. Hogy fogj el. azokat a kiáltásokat. Forgó szél. Ez biztos egy kellemes kis tombolást okoz. Aha. Hát mondjuk jól jöhet azokkal a sárkikkal szemben például, akik ugye tüzet okádnak, már akkor velük a számukra a fagyot nyomjuk. Ez akkor jó, hogyha vannak a közelünkben. Mármint szövetségesek. Fogyasztja a célpontot. Ha nem hiszem, hogy nagyobb célpontokat is, kisebbeket meg minek fogyasszunk. Várj, 21 darab sárkány melkünk van. De ez olyan kevés egy egészségpont. Ennek már sokkal több. Szóval elég több értelmét látom, bár nem tudom itt viszont, hogy mennyit fogyaszt, ez is tény. Figyelj, a forgószél érdekes lehet. Mire alkalmaztálnunk, azt tudjuk. Na jó, tudtam. Sárkány, sárkányfű. Találjuk meg a romokat, hát menjünk abba az irányba. Ez melyik küldetéshez kötődik? Ez nagyon érdekes. Ez lesz az. Mm-hmm. És egyszer már akartunk arra menni, ott a szobor, és akkor utána elfordulunk arra felé. Ott egy torony, az úgy nem is olyan rossz irány. Aztán majd látjuk a többit. Arra fele bánya is leledzik. Forró a víz, simán egyalagolunk rajta. Csak látványeffektus. Na itt milyen kő van? Miben segíti a mi munkánkat? Elment a kő. Végzetkövet nem kéri. Ez bizonyára ilyen hőforrásos strand lehetett valamikor, csak annak a romjai maradtak itt meg. Na várj, ezt milyen romokhoz érkezett? Költ őrség. Nem támadt rá. Derekte van. Újraindíthatjuk az egykezes fegyvert egyébként. Ahogy így halad, már 77. szint. Igen, te. Hoppá, ez félrement. lassan visszaszerező. Tudod, mit akarok kipróbálni? Nézzük meg. Miben más? Vagy mennyivel erősebb esetleg? Bejött Gizi. Ezt ki fogja szedni nekem még mielőtt én is felvállatnék. Aha. Hát, megtartjuk. Alapból, hiszen alapból is többet kap le, mint a... mint az előző tüzes játékunk. De hát nem csoda, hiszen már ugye harmadik típusú találkozás. Ups, itt átgurulunk ide. Nem ért be a titkos. Azt hittem, találunk valami titkosat. Jó, hát láttam, hogy ott a fogantyú egyébként, tehát azért annyira vaksi nem vagyok. Csak gondoltam, hát ha ilyen cukin itt lesz egy ilyen hátsó bőjárat. De nem. Itt van egy előső bejárat. Akkor itt megyünk be. Stendar's mercy, you aren't one of them. Please, you've got to help me. Let me help you. It's my wife, Viola. I think she's being held in this tower. I'm sorry. I just... You're right. Let me explain. Viola, my wife, left the farm on errands and never came back. It's been months, and I've been searching for her since. Lelépett a helyben, de vezére hitte, izgalmasabb volt, mint te. So I thought she may be here. I managed to sneak past the guards and get this far, but I don't think I can go on. I'm no warrior. Please, can you look for her? Honestly, I have no idea. But I've looked all over, and the kidnappings here started around when she disappeared. So I have to hope. Thank you. I don't have much, but I can give you some coin for the trouble. One of the guards dropped this key while I hid. I wager it'll come in handy for you. Please hurry. Okay, de ha nem haragszol, akkor ezeket. There's nothing I care to discuss. Majd gyógyítasz, tehát nézzük. Until you can find out that Viola is here, there's nothing I care to... most súlyosak lettünk. Várj, kell nekem lennie. Must be hungry for a deal. I can hardly wait. Előbb megnézzük a nehezeket, jó? Ezt megtartjuk, igen. Azt adom neked, mert nem kell. Nem baj. Akartunk vele idézni, de nem számít. Mi nyom rajtunk olyan sokat? Na várjál. Mondjuk ezt belegondolok, hogy ez 21 darab. Igen, ez 21 darabot jelent. Az 21-et jelent a súlyban is. Ez biztos például ez kettő. Ah, sweet soon. Akartam. Basszus. Bent ragadt. Mondjuk ez vicces. Vicces, hogy megtámadta a kereskedőt. Ha más nem, akár erre is jó figyelemelterelésre. És akkor itt mehetünk meg följebb. Rögtön elindul, akkor az azt jelenti, hogy itt a közelbe lesz a... Isten, ne engedi ilyen kicsit jobbra. Ennél jobban jobbra. De nem ennyire jobbra. Csak itt az a vicc, hogy alig egy szinten rajta. És akkor is. Hát, nincs asszony. Ezt a rongyos köpenyt, ezt ha megengeded, ezt inkább kidobjuk. Csak tévedésbe vettük fel vele. Rajtos köpeny. Hol vagy? Milyen ruházatnál lesz? Persze. Itt nem tartanak senkit. Egyértelmű, honnan nyitámon, hogy szembeállunk vele. Elpróbáljuk Gizinek átadni, ez neki érdekes lehet. Hol várj el, lehet, hogy ez itt az asszony? Nem, ez egy irodalmi. Yes, my Thane. Do you need something? Of course, Thane. How can I be of service? Nem tudjuk átadni. Gizi tele van. Ez azt jelenti, hogy legközelebb idézünk egy... Egy-öt, és azt... Az bizony, akit idézünk, azt... Tőle őt tudtuk, a folyik majd. Ja, te most tényleg a... ritka, amikor megtámadják. Your kind has no place here. Oh, now, this ends now. Ritka az, amikor megtámadják sáskikat, de ez most éppen megtámadta. Pedig nagyon jó kis követők lennének annak érdekében, hogy eltereljék rólam a figyelmet. Hol menjünk még? Oh, még magasabbra, mi a toronyszobába tárolják ezt a csajt? Királyom. Aranyhaj! Jöttünk. All right, Snowback. Who are you and what are you doing in my tower? Ő lesz az asszony. Viola? How do you know that name? Krister? He's here? The fool's my husband. I'm Viola, or I was once. Don't you see? Mortal. I left that old scab, came home to Skyrim, and found this rabble of bandits. Didn't take much to prove myself and knock them into shape. Now every free blade from here to Windhelm wants to sign on for a peace. And it won't end here. I'd die before I went back. I don't know. I never expected the old bag to follow me so far. Just get rid of him. But don't kill him. I don't hate the man. I just want him to go back to his farm and forget about me. Take my wedding bag. Stone only knows why I kept it this long. He'll recognize it. Tell him whatever you think will convince him to leave. The ring itself is worth a few bits. Keep it as thanks for cutting off the last vestige of an unwanted fate. Szegényként most, hogy mondjam, kinyírtuk minden emberét, tehát sokra nem megy, hogy felépített egy bandát. Mert ahhoz, hogy ahhoz most újra kezdheti az egészet. Mindenkit kinyírtunk. Nem fog örülni neki. What news? Why isn't Viola with you? Mit gondolsz, miért nem? Her marriage band. Then there's hope. She was here. I have to move on if I want to find her. Please, take the coin I promised. Blessings of Stendar on you. Ezt mondjuk, hogy meghalt. Most menjünk vissza csajra. Jaj, mi vagyok ilyen üldönc? Hát te? Lejöttél ide? No, forget it. I don't care to know. I'm free of the little man and that's what matters. I owe you a debt and I aim to repay it. We'll see each other again someday. For now, goodbye and thanks. De legalább elmászott. Igen, így nem kellett fölmennünk utána megkeresni. Na nézzük csak egy kis mappot. Erre tovább balra felé kellene menni. Most azt mondom egyébként, hogy így ezen a területen egész jól haladtunk. Csomó mindenre ide behelyeztünk egy pár ikat. De hát természetesen még messze vagyunk a teljestől. A teljes embertől. Opa! Nézzem, hogy mik ezek a furcsa hangú, de rejtem még elszíre. Hoppá! Jön egy maci. Maci, hogy mindig az egy kemény dió. Nem kellett volna, hanem itt kell jogni a jobb gombot. Szomorkodottam a út miatt. A vízbe fut mamut miatt. Hát mi más csinált volna? Nem vagy Péter, csak hát tényleg csak arra szolgálsz, hogy... szerezzünk valami plusz pontot, és fele van valami új. Valami olyan, amit még nem láttunk. Ott a hegylába irányába haladunk. Ilyenekből bújtak elő a sárkányok egyébként. Hát ez az a hely, nem? Nem az a hely? Ahonnan, de... szerintem igen. Hol vagy a maci? Ez a nagy, magas. Még egy. Még egy. Azt meg külön vágtuk. Azt jelenti, hogy szegénykém fűtővel lett vágva. És ha fűtővel lett vágva, akkor mi megmegyünk most ehhez az épülethez. Ami egy törpe épület lesz. És ott csak... mit találunk? Mit talál a mi kis Bélánk? Erre megint megnövekedtek az ikon számok. Törpeépület. A törpeépület. Törpraktár. There you are. Give me a hand with this door, would you? A szellemcsaj. Jó, segítek ezzel az ajtóval. Akkor ez az utolsó darabja errefelé lesz. Igen, azoknak a izéknek, amiket keresünk. Jó. Erre. Kicsit erre. De nem akar ezt kinyílni? Aha. Már csak egy tanítvány szintű lesz, talán könnyebb lesz. Wow, ez egy hatalmas raktár, szerintem törpöntecsekből valakinek nagyon kellene. Valószínűleg ezt a város már nem lesz időnk ma. Hopp! A körben. Aha. Ne! Várjál, hát ez itt... Ez ennyi. Ez ennyi, hát ott van. Ez ennyi és kész. Étrium. Thanks again for all your help. That's the last one, isn't it? It's almost time. A fogónál találkozunk. Ez könnyű volt. Hát csókolom. Hát ez ennyi. Ugye az egyiket már behelyeztük egyébként valahol. Tehát szerintem csak úgy mondom, hogy azt a kohót, azt mi már... Találtuk. Aha, csak nem, már nem tudjuk, hogy hol. Szállítanom. Annyi minden van még erre felé. Találkozz Delfinnel folyamfenyvésre. Mondtam, hogy voltunk már. Tényleg ott. Na mindegy, úgyis abba az irányba kell mennünk, tehát ez nem... Ez itt kívül volt. És ezek szerint maga a romok meg ott vannak. Úgyhogy azért oda még oda plattyogunk. Hát, ha ott is találunk valamit. Nekem van egy olyan érzésem, hogy itt kell bemenni. Crystal. Gone. Find Paratus in Oculory. Igen, az a találkoz Delfinnel, az hogy a főküldetés. Lefelé a törpe városba. Nem készültek arra, hogy ezt végigfújjuk. Hoppá! Ez föntről? Azt onnan a lukakból. Kösz. Még jó, hogy googolva közlekedtünk. Ezek a törpe városok mindig nagyon durva csapdákat rejtenek. Még magasabbra, még magasabbra, még magasabbra, még magasabbra megyünk fölfelé. Az már viszont ötszélesebb. Legalábbis régen ötszélesebb volt, de az szerintem nem változott. Azért páncél, de páncél oda lekapott rendesen. Valami nagy kapu vár ránk. Aha, hogy ezek ilyen, néztem korábban. Ah, megint egy pokár. Lian. És akkor arra fogadjunk, bejutunk valahova. Nem, nem lesz mentés. Mert az oké, ez nem volt nehéz kitalálni, hogy bejutunk valahova. Csak az ember azt gondolta, hogy esetleg mentés pont lesz. És nézd, ott. Azt ott oda hosszan. Na most én azt fogom akkor mondani, hogy most nem megyek oda hosszan. Yes, my Thane. Do you need? Of course, Thane. How can I be of service? Azok az infóim, hogy te ezt nem használod tőle. Menő 800-as páncélt nyomod magadat. Mire a kardját? Azt úgy. Tudja használni. Egyébként amióta ide visszatünk, a kis nyomikák, azok nem. Ez jó lehet, élő voltak ellen. Eltűnt tőle pár dolgot. Igen, mi most itt So we meet again so soon. I can hardly wait. De nem ér. Until you summon me again. Korisztáljuk. Kőkemény 28-ot tudod. Let's go. I'm still here. How can I serve you? Azt hittem, ez legalább nem telt el egy nap, mi? így azért nem akar a segítség. Így azért nem, vagy akar a segítség, apukám. Na mindegy. Azt hittük. Na jó, hát figyeljetek, nem menjünk tovább. Nem menjünk tovább, mert pont egy olyan pillanat, itt egy ajtó. Meg egy törpeszerkezet, amit szétütöttünk darabjaira. Szóval arra kellene tovább menni, vagy erre. Jaj, ezt így ki kellene nyitni. Oké. Akkor csak is sima egyszerű zár. Jó, irány megvan, akkor ezt meg kinyitjuk, és akkor tényleg most abba hagyjunk valamit legközelebbre is. Szerintem most, a mai napon tényleg azt érzem, hogy rengeteget haladtunk. Főleg törpöltösek vannak. És errefele kell haladunk. Na. Szóval rengeteget haladtunk. Rengeteg ikont fölfedtünk, rengeteg helyet bejártunk. Teljesítettük több küldetést is, ahol az utolsó pontok még hiányoznak, de ezeket meg be fogjuk pótolni. Úgyhogy legyen jó mindenki, legyetek jók, sziasztok, szerbusztok, aludjatok, jól álmodjatok, szépeket. Már ha este nézitek, éppen mondjuk majd ezt az adást vissza. YouTube-on megtaláljátok az összes többi végigjátszást. Discordra gyertek és beszéljünk ezekre a játékokról, amikkel játszottunk. Illetve hát a blogon megtaláljátok ugye az élmény összefoglalókat. Bum, mi volt legutóbb? Scarlet Nexus, az van fönt, ja, na, szasztok.